Sok fiatalnak okozott boldog pillanatokat a két héttel ezelőtti ponthatárhúzás. Többekben közülük ugyanakkor rögtön kérdések merültek fel, mivel finanszírozzák majd felsőoktatási tanulmányaikat. Számukra lehet megoldás a diákhite valamelyik konstrukciója. Azoknak, akik október közepéig a kért összeghez szeretnének jutni, szeptember 15-ig kell benyújtaniuk igénylésüket, azonban december közepéig visszamenőleg is van mód igényelni. Felvételekor a hitel visszafizetésére is előre gondolni kell, az elmúlt évek tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, javult a törlesztési morál. Talán pont azért nagyon magas a rendben fizetők aránya, és nagyon-nagyon alacsony a bedőlt hitelek aránya, tehát 1% körül van egyébként azon hallgatók aránya, akiknek későbbiben problémát okoz a diploma megszerzése után a hitel visszafizetése. Mert egyrészt rendkívül kedvezők a körülmények, tehát a kamat, meg a visszafizetési lehetőségek, másrészt pedig utóbbi 3 évben látunk egy kb. 30%-os bruttó béremelkedést a piacon, és azt látjuk, hogy eddig átlagosan 7 év alatt fizették vissza a diákok a hiteleket, ez folyamatosan csökkent. Tehát ahogy nőnek a fizetések, ahogy csökken a munkanélküliség arány Magyarországon, ugye rekord alacsony mértéket ölt az is, egyértelműen egyre gyorsabban és könnyedebben fizetik vissza a hallgatók. A tavaly január óta létező a képzésdíjára költhető diákhitel 2-t idén is kamatmentesen igényelhetik az önköltséges képzésben részvevő hallgatók. Ennek az összege nincs maximalizálva, vagyis a hitel mértéke a képzésdíjához igazodik. A 2001 óta elérhető szabad felhasználású diákhitelet pedig soha ilyen alacsony, 1,99%-os kamattal nyújt segítséget a hallgatóknak, akik havi 70 ezer forintot is kérhetnek, ami fél évenként összesen 350 ezer forintot jelent. Aki külföldön tanul, a dupláját is megkaphatja. Kutatások alapján a diákhitel egyigénylőinek nagyjából fele a lakhatásra költi a pénzt, 25%-uk nyelvtanulásra, informatikai eszközökre, míg szintén negyedük egyéb kiadásokra. Az eddigi két konstrukció után idejön a nyelvtanulásra fordítható diákhitel 3 is. Ez szintén egy szabad felhasználású hitel igazából, de a célja az, hogy az több tízezer diák, aki a piacon van, akik elvégezték az egyetemet, de nem tudtak diplomázni, mert nem felelnek meg a nyelvvizsga előírásoknak, ők segítséget kapjanak és megszerezzék a szükséges nyelvtanulás nyelvvizsgát, és megkaphassák a diplomájukat. De egyébként ez az aktív hallgatózat is érinti, tehát bárki, aki aktív vagy volt hallgató, az igénybe veheti. Ez egy 500 forintos keretösszeg, a diákhitel egynek a kamatával 1,99-re kamatozik, de abban a pillanatban, hogy leteszi valaki a nyelvvizsgát sikeresen, akkor 0%-os kamatozásúra válik, és 5 éven belül kell visszafizetni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy nagy lehetőség lesz a volt és a jelenlegi hallgatóknak. Az igénylők száma folyamatosan növekszik, bár több éves tapasztalatok csak a diákhitel egy esetében vannak. Ezt évente több mint 10 000-en kérik, az elmúlt 18 évben pedig 400 000-nél is többen vették igénybe. Hitelbírálat fedezet egyikhez sem szükséges, csak a felsőoktatási jogviszont kell igazolni. Mint a vezérigazgató elmondta, a diákhitelközpont senkire sem akar hitelt ráerőltetni, csupán azt kéri a hallgatóktól, vizsgálják meg a lehetőségeiket.